Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsín vagyok, srácok, lányok, hát egy olyan helyen vagyok, ahol már körülbelül 1000 éve nem jártam. Itt mögöttem az Óvári vár. Már nagyon rég voltam már Óváron. Videózni azt tuti, hogy már szerintem egy éve már biztos, hogy nem voltam, de amúgy se járok ide, mert busztustalanul túl népesedett az egész. A park részében már szinte teljesen fölösleges menni, mert sajnos már lassan ott tartunk, hogy semmi szép nincs ott. De hát mindegy, nézzük a pozitívumokat. Itt a vár környéke, ez brutálisan megváltozott, és tök szép minden. Itt lent van valami kis sétáló cucc is, a gyerekeknek játszótér, meg ilyenek ez. Na végre valami pozitívum is történik itt Óváron. Ahogy látom. Nem csak a tömbházakat húzzák ezerre. No. Most már kezdünk valami. Ú, a néstop, mennyit lúroztunk itt égen, te? Hát tiszta retro hangulat van. Oda beültünk. Várj, ezt megmutatom. Esetleg az új nézőknek. De írhat kommentbe olyan, aki emlékszik még ezekre. Nagyon jó volt. Hát itt ugye voltak fák, amiket valami indokkal kivágtak, nem ér is ne. Hát nem kő. Nem kő, van elég. De amúgy szépen megcsinálták itt a placot, szóval azért a 4-5-6 fáért nem kár. Itt mutatom nektek, szépen ott csücsükéltünk, kerti székeken, itt a fák árnyékában. És itt nyomottuk a lúrpartikat, még amikor hűde-hűde populáris volt a játék. Most már csak úgy játszogatunk, ha van egy kis időnk. Na de, nézzünk itt szét, hogy mink van. Egy Field Research boxit kinyitunk. Nézzük, mi lapul benne. Ó, hát egy kis Audino. Hát erre nem túl sok szükségünk van, de hát megcsípjük, ha már egyszer itt van. Aztán nem soká megyek. Amúgy tényleg most csak azért jöttem Óvára, mert hogy jöttem egy jó kis masszázsra, tudjátok, egy kis tájmasszázs az mindig kell a testnek. Igaz, hogy már azon is nem tudom, mikor voltam utoljára, hát legalább egy éve. Ez ilyen. Majd most lehet többször járok, hogyha elkap a hív. Ez miért nem akar meglenni? Adunk neki egy Golden Rush, hogy nem nagyon ugráljon. Persze, pofoszkodjál. Most meg nem tudok addig eldobni. Hopp! Azaz! Becsúszott a grédbe. Hát a mai videó fő témája, gyerekek, a kis Accept trade-jeink. Ati barátom fogott egy raklappal, én annyira nem, de viszont volt nagy csomó poké, amit el tudtam trade-elni. És hát lett egy körülbelül 6 vagy 700 csere, már nem emlékszem pontosan, de mindjárt megnézzük. Egy ilyen laza 6-700 axevet. Nézzük, ja, várjatok, még előtte a küldetés, hadd csináljam már meg, mert utána elfelejtem. Közben itt, ó, nem már. Professzorunk meglepett minket egy kis küldi pakkal. Ezt gyors átlépek, mert most volt az, hogy sétálni kellett 2 kilométert, és itt ahogy jöttem le a Magyar utcán, a sétáló utcán, akkor ugrott fel, hogy megvan. Úgy sétálgatunk egyet, egy nagy parkoló. De mindjárt le akarok menni. Megnézzük itt a gyerekeknek nagyon szépen beépítették. Nem tudom, hogy ez régen is itt volt, de én ugyan nem emlékszem ilyenre. Szóval, hogyha lett volna, akkor csak emlékeznék rá, hogy ilyen. Ó, egy abrát elkapni ilyen távból. Hüvelykújjal oda pöccintettük neki. Szépen. De figyelj, ez a rész, ez nagyon. Nagyon meg lett csinálva. Szép. Szóval valaki Óvári nézi a videót, írja már meg, hogy mikor csinálták ezt a rengeteg újítást itt a vár környékén, mert jó ide öröm kiülni majd, hogy nem. Kis levendulás, minden van itt. Szép. Hello, Koti. Kicsit szeles az időnk, hát
van ezelőtt mikrofon, lehet épp az egyikbe belefúj, reméljük nem. Pedig itt van a wireless mikrofonja is, de most nem csatoltam föl. Lehet vissza fentébb menjünk, ott nem volt ennyi szél talán, itt ahogy lejöttem a gödörbe. Itt kicsit szelesebb lett a téma. Figyelj, 7 darab Stardustot ad. Az igen. Az igen, kérem tisztelettel, ebből aztán sok 50-est fel fogunk durrantani mi. Tényleg azt a videót is lassan meg kéne csinálni, lettek olyan szép kis pokéim. Amiket azért jó volna felrángatni olyan 50 környékére, mert azok igencsak befeszülnek a top listára. Ha a CP-jüket nézzük. Na nézzük, mi a küldetés, mondja a profikám. Húha, help research, daytime pokém. Hát én daytime-os vagyok. Inkább, mint nighttime-os. 10 kilométert kell. Oké, hát mindjárt riszálunk egy kicsit. Ha még visszamegyek, az nagyjából egy kilométer lesz. Majd gyűlik. Úgyis melóba rengeteget sétálok, szóval ez nem lesz téma. Most már akkor nézzük tényleg az axeveket. Lecsicseltek ide a levendulásba, szerintetek? Hát hogy a viharban? Oh yeah! Ezt nagyon-nagyon szépen megcsinálták, ügyesek. No! Nézzük akkor mennyi is van pontosan, mert már itt 600 darabot trédeltem, elnézést. Itt azért látok kevesebbet, mert a tréd során a lakikat, amik iszonyú selejtek lettek, azokat instant töröltem, mert azokat hiába jelölött ki, ugye tömegesen nem lehet kitörölni. Csak így manuálisan. Na de nézzük, hogy mennyi lett belőle az értelmezhető. Itt láthatjátok, hogy hirtelen nem sok van becsillagozva. A 600 trade-ből, kérem szépen, akkor nézzük át az ilyen 3-4 csillagosakat, ha lett 4 csillagos. Egy 93%-os selejt, full. Itt lett egy 98%-os sima. De a gyerekek, azt kell, hogy mondjam, itt lett egy 98%-os lucky. Ennek azért örültem, de már ilyenem van amúgy, csak ivó volt változatban. És aztán itt lapozva, hát lett egy 96%-os lucky elég kis CP-vel, de nagyjából a CP nem is számít, ezeknél meg candy is, XL candy, meg minden van, dust is elég. De talán a powerupos videót majd akkor csináljuk meg, hogy átléptem a 30 millió dustot, mit szóltok, az úgy jó volna, azt hiszem. Na lapozzuk őket tovább, hát... Itt lett még egy 96-os lucky, egy 14-14-jel megáldott, itt egy 96-os sima, aztán így tovább, 90, opp, egy 98-as, még egy becsúszott, mennyi van, akkor 3, összesen 4, a régivel együtt, azért, ja, lett egy pár 96-os is. Nem volt kis meló amúgy, nagyjából a 100 pokét letrédelni olyan 45 perc, hogyha nincsen lag, meg nem bambulok el, vagy nem alszok el közben, néha az is előfordul ám, hogy bebebólint az ember, hogyha az ágyba fekszik és közben nézi a tévét. Ezt a lucky, ez minek volt meghagyva? Valaki magyarázza el nekem, mindegy, lehet véletlenül bent maradt. És nagyjából azt hiszem, hogy már itt a vége felé ki... Na igen, nem, mégse. Itt a vége, fuss el vége. Ez a... Ez az utolsó, szóval amit láthatjátok, 600 trade-ből lett 3 98-as, meg talán ugyanannyi 96-os, és nem adta be a 100-ast, viszont Atinak beadta a 100% IV-sat. Innen is gratu haver, ő már ki is pattintotta remélhetőleg. Vagy vár vele évvégére, mert évvégekor szokott az lenni ugye, hogy karácsony környékén, hogyha akkor evolvolod az ez évben community DS pokékat, akkor megkapja majd a special támadást, így akkor nem kell rá elitet használni. Hát ez történt, gyerekek. Most meg azt kéne, hogy eltranszferelni az összeset. Most megnézd, hogy mennyi X-elt ad. Mindjárt kijelölöm az összeset, mert azt ne üljük végig. Aztán jövök, megnézzük, hogy mennyi X-elt adott a kicsike.
Jó, azért ez elég amatőr volt. Van fölül egy olyan gomb, hogy Select All, hogyha beírsz egy Axel, és igazából így, amik be vannak csillogozva, azokat úgy se törli, meg a lakikat se. Szóval itt van, hogy 579 van összesen, és 567-et tudunk transferelni. Hát nézzük, hogy 567 Axelből mennyi lesz az XL Candy. Ebből 7 XXS-es és 5 XL-es Axel van benne, ögyömmök. Ha vannak törpék is, meg nagyok is. Na menjenek a professzorhoz. 567. És 107 darab XL Candy-t adott. Nem szar, de azért lehetett volna egy kicsit több is. És akkor itt láthatjátok, amik megmaradtak. Itt van ugye, amiről beszéltem, a kis balukánk. Ő egy 98-as Lucky, szint úgy, mint az a többi, tehát ez még mindig nem elég, gyerekek. Ha minden igaz, van még Atinál pár Rexev, azokat majd átrédelem, és ha esetleg jön valami hűde-hűde penge, akkor mindenképp azt majd felvesszük vidire. Írjátok le kommentbe, gyerekek, hogy nektek mi a helyzet így az Rexev Community Day után, sikerült elkapnotok valami húsos shiny-t esetleg, vagy valami százashoz közeli szimplát, vagy esetleg úgy csináltátok, mint én, hogyha nem sikerült, akkor trédeltetek egy pár százat, aztán utána adta be. Dobjátok be majd a Facebookon a komment szekcióba, aztán hadd folyassam a nyálam, hogy milyen kövér kis pokéitok vannak. Nos, hát ennyi lett volna, srácok, lányok, ez a videó, mert már mennem is kell lassan vissza. Mindjárt kezdődik a masszíren. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp csapassatok ide egy hatalmas lájkot. Aztán, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozzál fel. Jó van? Ne. Hamarosan akkor találkozunk, remélhetőleg gyorsan meg lesz a 30 milla dust és akkor a power up-os videóval. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!